Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyője előtt, híreink következnek. Nyári diákmunka. Bőcs község önkormányzata idén is részt vesz a nyári diákmunka programban. A programba 16 és 25 év közötti nappali tagozatok tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt, amihez nyilvántartásba vétel szükséges. Regisztrálni a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán lehet, címe Miskolc Zombori út 2. A nyilvántartásba vételt követően a regisztrációt igazoló dokumentumok beadásával Bőcs község önkormányzatánál lehet jelentkezni a diákmunkára, ügyfelfogadási időben Mogyorósi Anikó Vandánál. Színes tábor. Augusztus 6 és 10 között színes tábort szervez a Faluház, 9 és 16 év közötti gyermekek részére. Ha szeretnél részt venni egy színes táborban, ahol egy kisfilm készítésének részese lehetsz és betekintést nyerhetsz a fotózás rejtelmeibe is, akkor jelentkezz augusztus 1-ig. Az egyhetes tábor díja egy fő részére 3000 forint, mely magába foglalja a napi háromszori étkezést is. Részletekről a Faluházban érdeklődhetnek személyesen vagy telefonon, illetve a Faluház Facebook oldalán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Fogad, átteszed, úgy, és akkor pacsi is lehet a következő. Jaj. Apa! Jó kis kúszás! Jaj, apa, beszorul! Ez picit alacsony, de... Gyere, Erika! Egyszer, szalmasz, vissza! És akkor pacsi. Úgy, jó. Úgy, szuper, jó? Oké. Gyere! Gyere, Erika! Jó, hát az ügyesen, csak úgy játék. Úgy. Újját alatt a gyorsan. Gyerünk! Úgy. Jó kis szalom. Gyere! Gyere, Lili! Ezt még meg kell kerülni, és erre. Igen, a hullahopot át kell tenni. Ugye, a hullahopot át, a másikra. Anya, segítünk, mert nem vagy olyan magas. Lepacsizunk a fencibe. Gyerünk gyorsan, gyere. Lepacsiz a fencibe. Egy kicsit előlel. Ujját alattak. Kicsit megszalom.
Thank you.
egy kérdéssel kezdem én ezt a eseményt, amire most itt összegyűltünk. A kérdés egyszerű, kigyúrtak lesznek-e a bőcsügyek? A kigyúrt testrészem látszik csak. Nos, erre a kérdésre ugye egyértelműen azt mondom, hogy nem, hisz alapvetően ezt a sportlétesítményt, amit most itt a sportnap alkalmából átadunk, nem erre a célra szántunk. Elsősorban az lenne a feladatom, hogy ugye mindenki tudja, hogy mozgásszegény életmódot folytatunk, és Bécs-Hőség önkormányzata, képviselőtestülete és jó magam is, hogy a minden lehetséges eszközt, módozatot megpróbálunk, hogy Bécs lakosságát mozgásra bírjuk. Nos, ez a kondi terem is ugye lényegében ennek a szellemébe készült el, és hát ugye elsősorban a kondigépet az igazolt versenyzőink remélhetőleg fogják használni, kézilabdások, futballisták, és ott is elsősorban, hogy a felkészítési időszakban egy erőnlét megalapozásakor. Hát az iskolások is remélem azért fogják ezt használni, ha nem is mindent, de elég sokfajta eszköz van, hogy a testnevelő tanárok kitalálják azt, hogy melyik eszközt, hogy tudják beilleszteni az iskolai sport keretébe. És ugye persze lehetnek olyanok is, hisz mindenki előtt nyitva lesz ez a konditerem, akik tényleg gyúrásra akarják használni. Nagyon örülünk nekik, akik hetente többször is ezeket az eszközöket fogják használni, és azok előbb-utóbb tényleg kigyúrtak lesznek, de hát egészségükre reméljük azért lesz ilyen is. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a TAO pénzüket és egyéb segítségüket felajánlották a Bécsieknek, a BKST-nek, hisz ez a konditerem is, az eszközök, ugye TAO-s pénzekből készült el, vagy lett vásárolva. Én nagyon sokat hallunk manapság a TAO-s pénzek felhasználásáról. Én nem akarok más helyiségekbe menni és véleményt mondani. Én egy dolgot tudok, hogy mi itt Bécsön a TAO-s pénzeket az előírásoknak megfelelően és arra a célra használjuk, amire ezt kitalálták, hogy segítse Bécs ifjúságának a sportolását. Örömmel mondom, hogy elnyertünk egy újabb pályázatot itt a sportcsarnokba, és a öltöző, a zuhanyzó, tehát a mosdó rész teljes egészében fel lesz újítva, és ami szemben van a Lipai féle ház, azok szintén felújítjuk, és nagy valószínűséggel a konditerem majd oda fog átvonulni, hisz most vettük észre, mikor átkezdtük húzolni a kondigépeket, hogy nem is elég ez a terem, amit itt létrehoztunk, hanem még külön az egyik szertárt is ki kellett költöztetni, és ugye ez a későbbiek folyamán még fog bővülni. Kívánom, hogy mindenki egészséggel használja. Megemlítettek között első Rémiás Miklós úr. Na
Egy igazás, hogy köpelés. De ha el kell majd gyúrni, akkor figyeljétek. Köszönjük. És használjuk egészséggel az új komputermet, illetve terméket most. Aki kíváncsi, nézze meg, és a jövő héttől, aki pedig úgy érzi, akkor használjuk is. Szuper jó volt! Szép volt állam! Látok ezt a kicsit? 2.44. Ó, jaj, és mit keresztül? Másik fotisztok jöttek, túl közül már megyek, jó, mert akkor nem úgy jódik. Balázs Teóra következő, szintén focista szakágról, meg kézilagás is. Megtávolítom. Van egy kis részfék. Mi ezt megérjük? Menj is volt? Hey.
versenyzőket beigazítjuk a rajtvonalhoz. És elindultak a legkisebbek. Gyerünk, gyerünk, gyerekek! Azt az eget, micsoda hajrát látunk itt a végén. De gyerünk, 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 gyerünk! És a befutónál. Ugyanúgy elindult a második futam. Nagyon tanulom nekik a gyerekek. Ez a szörnyel. Jön neki. Gyerünk, kicső, gyerünk! A legjobb belsőző, tessék! Nagyon jó! Harmadik kémpus, elindult a harmadik futam. Szintén a lányoknak. Minden hangosabban, annál gyorsabban futnak. Viszont! Gyere, 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 úristen, a közös szépen, micsoda hajrá, micsoda hajrá! Elindult a 10 éves korosztály második futama. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, fiú, pussatok! Olyan, a sorot nem lenne szép borzolni a szél. Gyerünk, 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 gyerünk! Köszönöm! Gyerünk, gyerünk! Azért a fiúk is beállnak apai fedeli! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyere, 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 gyere! Futás! Gyere, gyere, még, még, még! Futás, ne nézz hátra! Gyere, gyere, gyere! Ez az fiúk! Gyerünk, kussatok, kussatok, kussatok! Ügyesek vagytok! Gyerünk, Dolcsi, gyerünk! Gyerünk! Az elszántság, itt is látszik az arcokon. Gyerünk, gyerünk! Ez az fiú! Gyerünk, hajrá! Gyerünk! Húzzatok! Fej, fej mellett! Ez az, gyerünk Martin, gyerünk, 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 gyerünk! Ez az fiúk, gyerünk, gyerünk! Hogy szedik a lábukat! Most akartam még toborozni lányokat, de így csak egy nagy tapsot mindenkinek így. Jaj, de szép, ez az! Ez az, gyerünk fiúk! Döme, ne add fel, a végéig, gyerünk, gyerünk, gyerünk! És tapsoljuk meg a lányokat, biztassuk őket, gyerünk, gyerünk, ez az! Azt, ahogy verik a port! Ez az! Csak merre vagy? Hoppá, semmi baj, fel kell állni. Soma, te itt tudsz futni? És az előbb nem akartál menni? Na megállj csak! Oda nézzetek! Nem hiszitek el, de nem fogjátok elhinni. Megszülettek az eredmények. Számolni kellett, mert volt, ahol holt verseny volt. Azért nem volt egyszerű, azért volt ilyen lassú. Azt kérem szépen, hogy mindenki ide a salakra álljon, közelebb ne gyertek. Egy, szét fog menni a fületek. Jó, és akkor majd innen osztatjuk az ajándékot. Jó, kérem szépen lassan, óvatosan gyertek, nem kell rohanni. Még megvárjuk ezt a pár percet, mint mindenik idején. Jó, sok egy ilyen félkört alakítsunk már itt, kérlek szépen, és akkor mindig csak az jön ide, akit majd szólítok. Van, senki nem marad ajándék nélkül. Már ez a nap ajándék volt. A
És akkor eredmény hirdetése. Visszafelé mondom az elért pontszámok függvényében. És aki a nevét hallja, az kérném szépen jöjjön át ide hozzám majd, és vegye át az ajándékát. Hát a sereghajtó csapatot mondanám, kicsit szemlehogyott fejjel. Az Electron Family-t kérném szépen, a családi vetélkedő sereghajtóját, Magyarósi Martin, Áron és Pámi, gyertek! Gratulálunk! Azért gratulálunk! Ügyesek voltatok. Nem, azért elmondom, hogy nálunk a csőépítést is a fiúk készítették, úgyhogy nem volt segítség. Gratulálok, menjetek légy szíves hátrébb, adjatok helyet a többieknek is. Nézzétek meg, milyen ajándékot kaptatok. Könnyű volt. Köszönjük szépen. Csőépítés könnyű volt. Ezt így csinálják? Na, a többieknél már nem mondom, hogy utolsó előtti, meg ilyenek, hanem sorrendben, jó? Akkor következő csapatot szólítanám, a vadászok! Fiúk! Hát szevasztok, fiúk! Nagyon ügyesek voltatok! Melyik feladat tetszett a legjobban? Ja, egyik sem mondja. Mindegyik, jó, rendben van. Parancsoljatok, egy ajándékcsok van a tiétek. Gratulálunk, gyertek el jövőre is! Szólítanám a következő csapatot a családi vetélkedőben, a Csak Csajok csapatát. Csak Csajok, parancsoljatok. Hányan vagytok csajok? Összesen 5-en vagytok. Jó. Hogy? 5-en vagytok, 4 darab labda van benne. Peti, még van ott külön egy ilyen labdás csomag. Ezt kiegészítjük egyen, jó? Senki nem maradhat ajándék nélkül. Tökéletes. Elosztjátok, lányok, jó? Gratulálunk még egyszer. Gyertek el jövőre is. No, következő csapatunk az Extrém Titánok. A Kósa családot kérném szépen, gyerekeve. Gratulálunk, Blanka. Gratulálunk, Kere. Gratulálok, ti is gyertek el jövőre. Következő csapatot szólítanám el, kötője B. Lipai Bodó. Egy csajosat légy szíves Peti nekem összekészíteni. Erre azért odafigyelünk, hogy a lány csapatoknak olyan labda legyen benne, hogy lányos, ügyesünk voltatok. Tényleg? Kérem szépen a Tornádó csapat képviselőjét, Buknyák Marciék, merre vagytok? Gyertek! Kérdésen pluszlabdát hagyj kérek már, mert egyet többen vannak. Gratulálok, parancsoljátok! Gratulálok! Mindjárt kaptam még egyet, hogy nálátok! Köszönjük szépen nektek is! Szép tudjátok osztani! Kérem szépen a Gézengúzók csapatát is ide hozzám egy ajándék csomagért. Gézengúzók, Peti, Gézengúzók. Gézengúzók egy sárgát és két labdát kérnék szépen bele, mert itt sok gyerek volt, senki nem maradjon ajándék nélkül. Atomok! Ennyi van benne? Még egy laszti! És még érkezik az utolsó is. Így pedig át tudjátok osztani a napotás. Egészségetekre! Kérném szépen a 3 plusz 1 Szabóék, egy lányos ajándék csomagot. Mit jelenthet ez a 3 plusz 1? Sejtitek? Szilvi, mutasd magad! Gratulálunk! Na, majdnem 2! Azért egy külön tisztelet a kismamának. 2 hét, ha jól tudom? 2 hét múlva születik a második gyermekük. Szilviéknek is, ők így teljesítették a pályát. Köszönjük szépen! És frappáns a csapatnév választás is. Következő csapat a Tóték. Itt egy rózsaszínes választott való. És ide is azt mondja, hogy jó. Egy plusz labdát kérnénk szépen ide is, hogy meglegyen minden gyereknek. És külön köszönet Tóth apukának a segítségért. Aki még megy éjszakára. Aki még megy éjszakára, hát akkor még pláne.
tessék. Köszönjük szépen. Harmadik helyzet. No, azért a családi verseny is hozott izgalmakat. Nem is igazán lehetett eldönteni, hogy ki a harmadik helyezett. Úgyhogy, aki még tudja, hogy nem kapott ajándékot, és abban a négy csapatban van benne, aki még nem kapott ajándékot, az a mindenképpen dobogós. Neki külön gratulálunk, és ahogy mondtam, a harmadik helyen fordversenyt kell, hogy hirdessünk, ugyanazon pontszámot értetek el. A harmadik helyezettek közül az egyik csapat a győztesek. Kérnek szépen a Lipai családot ide. Parancsoljatok egy jó kis játékcsomag, használjátok egészséggel. No, a következő harmadik helyezetem egy igazi csajos csapat volt, akik nagy-nagy energiával vágtak neki. Ők a Girl Power. Gyertek, lányok! Parancsoljatok mindenkinek, találtok benne Lasztit. Oklevél, Janka. Köszönjük. És akkor már tényleg csak a kettő dobogós helyzet van hátra. Lehet izgulni. Hol az a két csapat, aki még nem kapta? Ki nem kapott még, azok gyertek már ide. Mintha csak tudnák. Második helyzet ért el a palacsinta csapata. És külön köszönjük a palacsinta sütésbe nyújtott segítségüket a Bak családnak. És akkor nézzük, csak meg lesz mindenkinek? Meg lesz, jó, oké. Köszönjük szépen. Ki nem hallotta a nevét? Komolyan? Itt azt látom, hogy DVTK csapata, ő lett az első, de én eddig más jelentést tudtam ennek a négy betűnek, de különítmény a vége, igaz? Jó, ennyi elég. Na, köszönjük szépen a DVTK csapatának, ők lettek az idei év családi vetélkedő nyertesei. Egy nagy tapsot kérnék szépen a lányoknak, parancsoljatok, gratulálunk. És hallottátok-e, hogy itt kerékpáros út fog épülni bőcsön? Miért fontos a kerékpárút? Hogy biztonsággal közlekedjünk, igaz? Ne az autók között, hanem biztonsággal. Na, ezt szeretnénk egy picit még fokozni. Szoktatok bicajozni? Mindenki? Hadd lássam a kezeket! Ó, tényleg mindenki. De valami hiányzik a kezükről, nem Peti? Láttam azért ezeket a szép rikító karszalagokat, de tudjátok, mi kell az esti biciklizéshez a lámpán kívül? Egy fényvisszaverő, igaz? Kérném szépen mindenkinek a kezét a magasba, és kapjuk mindenki egy-egy. Jó, mindenki fog kapni. Rácsattintjuk. Lesz több ajándék. Hogyne lenne. A legkisebb lányok közül harmadik helyezést ért el Kósa Blanka. Hol vagy, Blanka? Gyere, légy szíves. Tanárbácsitól egy bronzérmet vehetsz át. Gratulálunk, nagyon ügyes voltál. Az ő korosztályukban második helyezést ért el Szabó Szonya. Hol vagy, kis szomszéd? Gyere csak! Engedjétek be Szonyát, léci! Egy ezüst érem a jutalmad. Gratulálok, nagyon ügyes voltál. Simi tanárbácsinak is egy ötöst. Na, és ezt a korosztály versenyt nyerte Bak Hanna. Hol vagy, kicsinál? Ott jön. Ő már lazára vette a figurát, csak így mezít rá, ahhoz kell. Gratulálunk! Következő korosztály 7-8 évesekben harmadik helyezést ért el Klein Eszter. Gratulálunk, Eszter, egy bronzérem a jutalmad. Csak így tovább. A második helyen holtversenyt tudtunk regisztrálni. Mégpedig kettő versenyző között, Nánási Nikoletta és Tóth Enikő. Gyertek, kérlek szépen! Egy-egy ezüstére van jutalmatok, ügyesek voltatok. Gratulálunk! És ezt a korosztályt nyerte Farkas Hédi. A
kaptál is volna a pártba. Na, következő korosztályunk a 9 évesek. Itt harmadik helyezést ért el Vadász Vivien. Hol vagy, Vivike? Na, itt van, gyere. Simi tanár bácsi. Átadja a bronzérmet, gratulálunk, gyere jövőre is. És emlékeztek, a futóversenyben is a Viviennek harca volt. Vivient Gajas Vivien előzte meg. Kérnék szépen, az ezüstérmért fáradjon ki. Jövőre vendetta, újra megmérkőztök egymással. Tanár bácsi átadja neked az ezüstérmet. Gratulálom, köszönjük szépen. Ügyes voltál, így van. És ezt a korosztályt nyerte Lipai Emma. Ő az aranyérem tulajdonosa most már. Tíz éves lányok kategóriájában harmadik helyezést ért el Elek Panna. Gratulálunk, Panna! Második helyzet pedig Nánási Petra. Gratulálunk, Petra, ügyes voltál! Jó, és ezt a versenyt pedig nyerte Csirmaz Viktória. Gratulálok! Következő korosztály, 11-12 évesek. Második helyezést ért el Jutko Kamilla. Gyere Kamilla, egy ezüstérem a jutalmad. Ezüstérem már második lett. És az ő korosztályában, akivel megmérkőzött, a Szabó Zoé volt. Gyere Zoé, egy aranyérem a jutalmat, gratulálunk! Korosztályok a 13-14 évesek. Emlékeztek arra a futásra, amit ez a három lány bemutatott? A Hideg Noémi, Hideg Janka és a Nánási Vivien? Kemény volt. Na nézzük, összpontszámok tekintetében hogy alakult a sorrend közülük. Közöttük, bocsánat. Harmadik helyezést ért el Hideg Noémi. Gratulálunk, Nóci. Második helyezést ért el Hideg Janka. Gratulunk, Janka. És a győztes ebben a korosztályban Nánási Vivien. Gratulálok. És nem maradnak ki a díjazásban a vállalkozó szellemű felnőttek sem. Azaz, hogy egy hölgy volt, aki vállalkozott, hogy részt vesz a versenyünkön. Moncskó Melinda. Mivel, hogy nem volt ellenfele. Nem tudta őt senki legyőzni. Egy aranyérem a jutalma. Aki irigykedik rá, jövőre nevezni kell. Ezt tudom csak mondani. A legfiatalabb versenyzője a lányok csapatának, Farkas Dorka. Dorka, gyere, légy szíves! Jövőre is eljössz? Oké. Okay. Na, akkor nézzük a fiúkat. A 3-4 évesek versenyében ugye kettő darab indulónk volt, második helyezést ért el Vak Soma. És külön köszönjük neki a fotó megnyilvánulását, az nagyon aranyos momentuma volt a mai napnak. Emlékeztek a pici fiú, hogy futott? Nem baj, a részvétel a fontos. Gyere Soma, nézd csak, Simi tanár úr egy szépen csillogó ezüstéremmel díjazza. Hogy azért csak elugrottál, csak futottál nekünk. Köszönjük szépen, egy nagy tapsot a pici fiú megérdemel. És a második versenyző ebben a korosztályban, aki itt az aranyérmet kapja, ő pedig Bárdos Zsombor. Hol vagy, Zsombi?
Ügyes vagy, Zsombi, hallod? Micsoda biztatás, engedjük be a versenyzőnket. Egy icipicit hátrébb álltok. Azt a micsoda férfias. Ez az. Gratulálom, Zsombi. No. Következő korosztályunk az 5 évesek. Harmadik helyezést ért el Lipai Tamás. Kérem szépen Tamást, jöjjön egy bronzéremért. Ügyes vagy, Tamás, óvatosan fel ne botoljál. Második helyezést ért el az 5 évesek között Mogyorósi Áron. Annyit hallottam az asztalon, hogy yeah. Mit kell mondani? Gratulálom, kisjön. Oké. Okay. És az 5 évesek között első helyezést ért el Balázs Döme. Gyere, Döme! Megkapod az aranyérmet. Szuper! Na nézzük a 6 évesek korosztályát. Három darab versenyző indult ebben a korosztályban. Harmadik helyezést ért el Bárdos György. Hol vagy, Gyurika? Gyere csak! Egy szép bronzérem. Gratulálom, nagyon ügyes voltál, plusz még többet is futottál a kelleténél, úgyhogy külön köszönet érte. Második helyezést érte ebbe a korcsoportban Vadász Balázs. Hol vagy, Balázs? Itt vagy, Balázs. Gratulálom, ügyes voltál. És ebben a korosztályban csak egyetlen egy ember volt, aki legyőzhette Balázst, az a testvére Roland. Gratulálom. Ügyesek vagytok. Szaladj vissza a családhoz. Következő 8 éves korosztály, harmadik helyezett Forgács Áron. Gyere, Áron. Gratulálunk, ügyes voltál. Második helyezést ért el Nánási Félix. Közben már a barátaitok ki is számolták, hogy ki lehet az első. Mit is mondtatok? Nem tudod, hogy ilyesek. Nánási Alex! Jó tippeltetek. Gratulálok. Gratulálok. A 7 évesek nem maradtak ki, csak azért cseréltem meg őket a 8 évesekkel, hogy legyen egy kis izgulás. De nem kell tovább izgulni a 7 évesek között. Kérem szépen Simon Zoltánt, aki második helyezést ért el. Ketten indultak ebben a korcsoportban. Gratulálunk. És ennek a korcsoportnak a győztese, aki nagyon szuper futást mutatott be, Bonta István. Ó, tényleg! Hogy? Még egy gólöröme. A gólöröm is benne volt. Jó, nevezzük így tényleg. Aha. Nekem távolográsnak tűnt. Na nézzük a nagyobbakat. Kilenc 10 évesek között harmadik helyezést ért el Tóth Balázs. Sőt, Balázs. Gratulálunk. Második helyezést ért el ebben a korosztályban Hegymegi Dániel. Gratulálunk, Dani. És úgy látom, a Balázs család idén is elég elékelő helyen szerepeltek, mind a családi versenyben, mind pedig a háromtusában. Természetesen ebben a korosztályban idén sem talált legyőzőre Balázs Teó. Csak mondom az ellenfeleknek, jövőre még jobban készülni, bár Teó is résen van és nem hagyja magát. Így van? A mosolyból azt láttam, hogy igen, így van. Rendben. Következő korosztályunk. A 10 pluszosak, itt harmadik helyezést ért el, Puknyák Marcell. Hol vagy, Marci? Gyere csak! Simi tanár bácsinál van egy bronzérem a számodra. Gratulálom! Ebben a korosztályban második helyezést ért el, Mogyorósi Martin. Gyere, Martin! Gratulálom! És ennek a kategóriának a győztese pedig Nánási Marcell.
Szuper, köszönjük a tapsot a közönségtől, a versenyzőknek. És külön köszönet a úgymond kiskamaszoknak, ők már ebben a korban inkább ilyen szemérmesek szoktak lenni, meg inkább visszahúzódnak, de volt kettő ember, aki nem félt a megmérettetéstől, és nem is marad el az ajándékozásuk. Megkérem szépen a 14-18 éves korosztály második helyezettjét, Nyilas Gergely, jön ide egy ezüstéremért. Geri, hol vagy? Már lehet, hogy nincs itt. Geri, valószínűleg focizik? Jó. Haza. Nem baj, eljuttatjuk neki az érmet. Nézzük, ebben a korosztályban Nánási Árpád volt, akivel megmérkőzött. Most Árpi bizonyult jobbnak, de jövőre biztos, hogy Geri nem hagyja ennyiben. Gratulálok. Jó. És mint a hölgyeknél, itt a felnőtt férfiaknál is egyetlen egy indulónk volt, Tóth Ádám. Gratulunk, Ádám. Hazavisszük a Geriét neki. Odaadjuk neki a Geriét. Itt azt mondjuk különbözőként. Gratulálunk. A második legfiatalabb a kapcsolat. És a második legfiatalabb lány versenyzőnk, aki szintén egyedül indult a kategóriájába. Tribol Kincső. Hol van Kincső? Hol vagy Kincső? Gyere csak! Kincső, te még nem vetted át az érmedet, gyere gyorsan! Hozhatod a babát is! Mosolyog a futásért kapja! Meg ő volt a legvidámabb futó is! Oda-vissza! Tényleg! Most, hogy mondod, igen! Nem, azt tudtam! Gratulálok! És a legmosolygósabb! Köszönöm! Szívesen. Na, parancsoljatok! Te is nem előtt menni? Ha? Mindenki tap. Persze. Menjél, ami nem lefagyatott, hogy ami megfele. Te is kasz, Bobi fújjon. Van ilyen focis is, aki... Focis! Van még focis, ne izguljatok, de...